Sokan gondolják úgy, hogy a tatai sokadalom több, mint hagyományőrzés. 17. alkalommal várták a Városmarketing gyémánt védjeggyel elismert rendezvényre azokat, akik a különleges hangulatért most először, vagy már visszajáró vendégként látogattak az Angol Parkba. Mintha a háromnapos zenés, táncos, vásári forgatag egy nagy család találkozása lenne, amit a kenderkések fognak össze. A tiszta hagyományok továbbadásáért vállalt elhivatottság az, ami a programokat egységgé fűzi. Mivel ebben a legfontosabb láncszemek maguk a gyerekek, sok előadás szólt hozzájuk, vagy épp róluk. A Ringató egy zenei nevelési program, Gálné Gró Ilona volt a megalkotója, a kodai elvek alapján alakította az ő foglalkozásait. Egy nagyon jó alkalom anyák részéről, gyermekek részéről nézve, ez egy nagyon jó alkalom, hihetetlen értékes dal anyagkincset szedett össze ehhez, amiből mi ringató foglalkozás vezetők építkezhetünk. A célunk vele az, hogy a szülők, gyermekek tarisznyáját föltöltsük olyan értékekkel, amik bármikor jól jöhetnek, akár egy rendelőben várakozáskor, vagy csak az utcán sétálva, vagy egy hiszti helyet, csak egyszerűen el kell kezdeni énekelni, és játszani, és merni kell játszani. Nekem ez az üzenete. A mikrofonba való éneklés, mivel hogy a nagy létszám erre kényszerít minket, ez egyfajta láthatatlan falat képez. Nem tudok olyan közvetlen lenni, de mégis szeretnék az maradni. Úgyhogy engem legjobban a mikrofon zavart. Nem a gyerekek, nem a zsivaj, hanem a mikrofon, mert az a rezgés már más, ami a hangfalból jön ki. Ezért aztán sokszor nem is használtuk, biztos láttad, hogy mellé ültünk, és akkor megpróbáltuk inkább a személyes kapcsolatot építeni. Színpadról lenézve, mit láttam, milyen érzés volt, hogy a gyerekek figyelnek? Ragyogó szemeket láttam, játékos szülőket és boldogság pillanatait. A játék nagyon fontos, azt gondolom, hiszen azzal tanuljuk meg az életet. Szoktam mondani, hogy amikor egy kis cica játszik, akkor bizony sajnos ölni tanul, mégpedig azért, hogy majd ehessen. És a mi népi játékkincsünk, meg ezek a játékanyagok ugyanúgy az életben maradáshoz szükséges dolgokat sűrítik egybe, és ráadásul élvezni is lehet őket. Én azért javasolom, mert ez egy egyszerű csoda, amit mi ott alkotunk a ringatón, közösen énekelve. A rezgések, a hangok, a játékos kacagások, ezek egy olyan egyszerű, de mégis nagyszerű csodát alkotnak, amit csak megélni lehet. Erről lehet még sokat beszélni, de szerintem jöjjön el, és legalább egy 5 percre dugja be az órát, és akkor látja, megélheti azt a csodát. Facebookon van egy olyan oldalunk, hogy ringatók a Gelecsőrében. Ez az összes környékbeli ringató, Csolti Emese ringatóit és az én ringatóimat tartalmazza, de van egy központi oldalunk, ahol városra lebontva le lehet keresni, oktatóra le lehet lekeresni a megfelelő ringatókat. Az ország szerte, sőt, Kárpát-medence szerte, bárhol vannak, és mi sokszor lányok egymás között elfogadjuk egymás bérletét, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy élvezzék, és hogy énekelhessünk. Azt tapasztalod, hogy ez egyre népszerűbb egyébként? Ez hatalmas merítéssel dolgozik. Köszönet érte Gálné Gró Ilonának és az ő csapatának, mert egy nagyon erős marketing áll mögötte. Ez lesz a nap nyugató dalra való. Ez a nagyon szép kedves tavaszi dalra.
Több mint 25 éve létezik a Kolompos Együttes, mint olyan. Én vagyok köztük a legfiatalabb tag már a zenekarban. Én csak 16 éve lassan, csak 16 éve nyomom velük a mikrobuszt. Az elején még nem csak gyerekeknek zenélt a Kolompos Együttes, hanem felnőtteknek, gyerekeknek vegyesen, ez a, ahogy az első lemezről is ki tud derülni. De már egy jó 20 éve szinte csak óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozik. Igazándiból a két legöregebb bútor darab, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, az a rangidős tisztünk, a zenekarvezetőnk Nagy Zoltán és Tímár Sándor, ők ketten alapították az együttest. Miért alakulhatott ez így, hogy ennyire a gyerekek felé orientálódtatok? Igen, ez egy viszonylag egyszerűen tudok válaszolni, mindannyian gyerekek vagyunk. Úgy alakult, hogy őt olyan mókus találkozott, akik szerintem még belül ma is gyerekek, rajzfilmet nézünk, meg gombfocizunk, csocsózunk, nagyon-nagyon kis gyermeklelkűek maradtunk, habár aztán az idő eljár mindenki fölött, mi is fölöttünk is telik az idő, de belül valahol mindannyian még ovisok vagyunk egy picit. A technika meg a technológia, ez mind körítés. A gerincés az a mondani valója a dolgoknak. Nagyon a magyar népzenékben, magyar népmesékben borzasztó mély idő, száz évek csiszolta mondani való található. Az, hogy ez milyen formában van csomagolva, azt persze a változó kor, a haladó technika mindig egy kicsit alakítja, de a lényeg, ami a tartalma, ami a gerincét adja a magyar népmeséknek, az mindig oktató jellegű, mindig lehet belőle tanulságokkal teletűzdelt. Mi erre mindig nyitottak. Rendszeresen jövünk, tavaly is ugyanígy voltunk. Nagyon jó emlékeink vannak, nagyon aranyosak a gyerkőcök, nagyon tetszik előtte a műsor, az egész hangulat, az egész láncolat, amiben itt bele tudunk illeszkedni, reméljük, hogy ez nem szakad meg, és jövőre is tudunk jönni, nagyon jól érezzük magunkat. Hát nagyon sok érdekeset és nagyon sok szép dolgot, amit ugye a régi népművészetből úgy lehet látni, úgyhogy nagyon jó dolgok vannak. Miért jó az, hogy egy ilyen rendezvény összefogja a népművészetet? Gyerekek miatt. Tehát ugye lányom is népi táncol, és akkor egyből hát egy kékfestő szoknyával is gyarapodtunk, úgyhogy nem csak egy kürtös kaláccsal. Ez a történet, ez egy dramatikus tánc eredetileg. Itt mai Magyarország területén Mezőföldön fedezhető fel, illetve Erdély területén gyűjtötték ezt a történetet, illetve egy hasonló történetet, ott a juhait kereső pásztorként fut. Itt Mezőföldön juhait kereső pásztor is létezik, illetve az oláleány elvesztette a kecskéit, és akkor ezeket a történeteket vegyítettük. Ez volt az alapja ennek a dolognak, ennek a koreográfiának, mesének, saját meseírással megfűszerezve. Ezt eddig így alkalmaztuk, ugyanis így tudtuk igazából ötvözni a fürkész programnak a lényegét, hogy amit tanulnak a gyerekek a fürkész programon belül, azt egyszerre együtt tudjuk megjeleníteni, hogy elhangzott a felkonferálásban, hogy ők a legelső csoport, akik a fürkészbe bekerültek és részt vesznek, most már negyedik éve. Náluk még a fürkész program a színjátszással és a néptánccal kezdődött,
és ezért ezt a kettőt jelenítettük meg, a későbbiek folyamán csatlakozott hozzá hallás utáni zenetanulás, népzenetanulás. Itt olyan gyerekek lépnek föl, akik a Fürkész programban úgy vesznek részt, hogy táncolnak, zenélnek, kézműveskednek, illetve színjátszást is tanulnak, ugye éppen most a színpadon egy olyan darab megy, ahol ez látható, és ennek az összefoglalását, ennek a komplex oktatási, nevelési, tanítási formának az összefoglalását láthatják most a színpadon. A gyerekek a színpad mellett is szívesen adtak ízelítőt a produkciójukból, miközben arról faggattuk őket, miért is szeretnek néptáncolni. Azért, mert a tanárok mindig meglepetéssel szolgálnak. Milyen meglepetéssel? Mire gondolnak? Hát például táncos tábor, meg ilyen műsorok, produkciók, ilyesmi. Látom, hogy ide az első sorba tetszett ülni. Kit fog megnézni? Hát a unokámot néztem meg most. Most a piam elhozott, hogy nézzem meg, mert falul lakunk, azt nem igényelek rá bejönni. Miért jó, hogy a gyerekek foglalkoznak a tánccal, a néptánccal? Hát miért? Mert ő nekik sokkal jobb, mint nekünk volt. Mikor mi voltunk gyerekek, akkor ilyenre nem volt lehetőség. Szeretsz táncolni? Játékosan tanulunk, és ezért jó. Nagyon. Tudám, csak nem gyakorolt. Izgalmasak. Néha cserélünk, meg ilyenek. És még, hát ilyen, már nem emlékszem rá, mit akartam mondani. Ha a nagy izgalomban a mondani valót talán, a lépéseket semmiképp nem felejtették el a gyerekek, a színpad mellett még egy gyors hangolás, és indulhat is a produkció. Igazából a gyermekek koreográfiába segítettem be, volt egy zenészprodukció, saját trombitás növendékemmel, úgyhogy a mai nap folyamán a délelőttet gyakorlatilag a színpadon töltöttem. Azt hallottam, hogy a zenetanulás ez nem egy konkrétan megszokott zeneiskolai keretek között zajlik nálatok. Valóban, tehát az iskola alapvetően a néptáncra épül, de az igazgatóasszonynak köszönhetően elindíthattam egy trombita tanszakot is, aminek köszönhetően most már egyre több növendékkel tanulhatok, élvezhetjük a zenét, és használhatjuk fel esetlegesen koreográfiákban. Trombita mellett használjuk nyilván ugye a pásztorfúriát órarendi keretek között, úgyhogy nagyon sokszor a kötelező zenélés mellett az örömzenélés a legtöbb, ami nálunk előfordul. A gyerekek nem kottából tanulnak? Így van, nálunk speciálisan hallás utáni zenetanulás van. Ez egy kicsit nehezebbnek tűnik egy olyan embernek, aki hozzászokott ahhoz, hogy kotta, de a gyermek hallás után nekiáll vizuálisan és ugyanúgy figyelni, én azt gondolom, hogy sokkal hamarabb és könnyedebben meg tudja tanulni, nyilván van, aki a kottára esküszik. Én azt gondolom, hogy hallás után is ugyanolyan jól meg lehet tanulni, sőt, gyakorlatilag így tanulják meg igazán, és nem fognak ragaszkodni a kottához, hanem ebből lesz aztán később tényleg az a fajta örömzene, amiről lesz szól, hogy kiállnak, és akkor jókedven csinálják. Oda sem kell kotta, csak a jó hangulat. A népművészet egyik legszínesebb ágát, a meséket is színpadra szólították a szervezők. Écsi Gyöngyi interaktív előadásában maguk a gyerekek is szerepet kaptak, vidám pillanatokkal tűzdelve a történetet.
elég viccesen hangzik, de azt érzem, hogy én mekkora jót nevettem. Mert valahol én saját magamat is örömítem, vagy boldogítom, de inkább szépítem a saját napjaimat is ezzel. És ez azért nagyon-nagyon jó, mert nem érkezik el az a rutin, ugye, mint amikor egy betanult szöveg van, hogy az ember előad valamit, mert szerencsére ez nem egy előadás, hanem egy mese, ami le sincs írva ilyen formában. Tehát mindig lehet igazítani, úgyhogy örömködjünk, hogy egy kicsit nevessünk, kicsit egymásba belenézzünk, és ilyenkor ilyen sok-sok öröm szabadul fel bennem, mert annyi örömet láttam, és ezért megéri csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag kicsi korom óta belekerültem ebbe az illatba, ami ilyen titkokat rejteget, mert ugye ennek a rétegnek, ennek a népi rétegnek hatalmas titkai vannak, annyi mindent tudnak. Nem tudnak róla, hogy tudnak, de ismerik a csillagállásokat, és az emberi lélek fájdalmainak a rezzenéseit, a határokat, a jókedv és a gúny és a vicc között. Tehát olyan dolgokat tudnak, csak így sejtésből vagy örökségből, amivel amikor én belecsöppentem ebbe a gömörben, akkor rögtön tudtam, hogy ez az, amit be kell magamba szívni. És ott ezzel a mesemondós stílussal, ezen a mesemondós módszerrel beszélgettek az emberek a hétköznapjaikban. Tehát minden mondatban beszúrtak egy kicsit tréfát, egy kicsi viccet. Nekem ez annyira hiányzott az életemből, hogy azt gondolom, hogy azért kaptam az Úristentől ezt a mesemondásos jókedvet, vagy inkább nem is tudom, hogy megbízatást, mert nem kellene ezt ugye csinálni, hogy biztos azért, mert ez ettől az emberiség igazabb lesz és boldogabb. A közelből és messziről is érkeztek tánccsoportok, hogy a produkciók sorát saját tudásukkal színesítsék. A hétlépés táncos fiataljaival az alsó, felső szoknyák, főkötők és díszes mellények társaságában beszélhettünk. Hát most, amit a lányok hordanak, azok rábaközi ruhák. Ezek jobban ilyen asszonyviseletek, ami a Flórán van, az egy lányosabb viselet. Illetve hát falubéli eltérés is van. Majd, ja most itt már nincsenek a Kristó, Balázs például székibe öltözik. Annál is nagyon jellegzetes ugye ez a kék posztó mellény, meg a szalmakalap. De majd fogtok még látni sárközi viseletet, ami ott fel van akasztva, az egy somogyi. Illetve hát innen most nagyon nehezen látszik az a hosszú ilyen kötényruha, az egy mezőségi ruha lesz majd. Miért van az, hogy egyes tájak ruhái ilyen kis visszafogott színűek, mások pedig tényleg nagyon díszesek és élénkek? Hát ez nyilván egyrészt a gazdasági helyzete a falunak, meg habitus kérdése. Ki, meg melyik terület mennyire tehette meg azt, hogy díszítse magát, vagy egyáltalán, hogy a viseleteikbe tegyék bele a értéküket. Mit lát a lányoknak, milyen érzés ilyen nagyon szép főkötőket és szoknyákat fölvenni? Hát ezt kérdezzétek meg tőlük. Jó érzés, nekem jó érzés ilyenekbe táncolni. Nem nehéz ez a fejkötő? Nem. Nem, egyáltalán nem. Csak az a lényeg, hogy jól fel legyen rakva, akkor, hogyha nem esik le, akkor jó. Kolozsváron született az együttes, 99-ben, múlt évezredben. Egy egyszerű kezdeményezésből jött létre, fiatalok, akkor kerültünk mi Kolozsvárra, feleségemmel Zsuzsával, fiatalok táncolni szerettek volna tanulni, elhívtak, aztán azt mondtuk, hogy legyünk egy csapat egy idő után, valahogy magától jött az ötlet. Nekünk eszünk állva sem volt a csapatot indítani, de ez valahogy úgy meglett magától. És ez a spontaneitás most is jellemző még a csapatra. Egyfolytában frissülnek, hát legtöbb részt egyetemistákból áll a csapat. Kolozsváron tanul egyetemistákból, emiatt 3 évente körülbelüli átlagban kicserélődik nagy része a csapatnak, kivéve az a pár ember, aki Kolozsváron is marad dolgozni. Hál' Istennek vannak olyanok is, akik az ördögtégye miatt remélem én, hogy az, hogy maradtak Kolozsváron, mert szerették ezt a közösséget. Hát szeretünk táncolni, és ezt a táncot valahogy, ezt a tánc szeretetet próbáljuk továbbadni a fiataloknak is. Nem csak mi oktatók, hanem a csapat tagjai is, mert aki újon kerül a csapatba, az valahogy így felveszi ezt a beépült, tehát sokkal könnyebb beépülni egy olyan tömegbe, aki már szereti, bulizik közösen, népzenére mulatunk együtt,
falura kijárunk gyűjteni, meg együtt mulatni öregekkel. Ezek nagyon fontos dolgok így az együttes életében, és aki jön, az tudja, hogy mire számítson, hogy na az Ördögtégy, ez a jó bulis társaság. És amíg ez így van, addig én büszke vagyok rájuk, hogy végül is a táncot azt arra használjuk, amire kitalálták. Mulatunk vele, búslakodunk vele, mindent kifejezzük, minden kicsi apró rezdülésünket. Mi még csak most jöttünk, mert tataiak vagyunk, úgyhogy elég régóta járunk ide ki. Jó buli, aranyos. Kicsit bensőségesebb, mint a másik két fesztivál szerintem. A vásár hogyan tetszik önöknek? Hát most jöttünk, még nagyon nem néztem körül, az az igazság, de biztos találunk valami szépséget itt a vásárba. Minden sokadalomban születnek az új ötletek a következőhöz, és egyébként ezekből az érzésekből, amikor próbálunk figyelni arra, hogy mi volt az, ami tetszett, népszerű volt, illetve hogyan tudnánk a visszajelzések szerint a jó irányokat tovább erősíteni. Három dolgot emelnek ki azok, akik itt vannak. Hál' Istennek nagyon sokan keresnek meg minket a véleménynyilvánításukkal. Az örömükkel kiemelik a helyszínt, kiemelik a programoknak a tartalmát, a színvonalát és a rendezvénynek a légkörét. Én azt gondolom, hogy az a csapat, akik ennek a létrehozásában, tehát a Kenderke munkatársai, illetve akik alkalmanként ehhez csatlakoznak, felerősítenek minket, az ő lelkületük sugárzik ki, tehát az a, nem szeretnék közhelyes lenni, de az a szeretet, amivel készítjük ezt egész évben, azért egy olyan fajta figyelmet generál mindenki felé, hogy megpróbáljuk letapogatni, hogy az ő boldogulása a jó érzése miben rejlik. Hát ebbe az évben többször jövök meg a kisunokámmal, kint voltunk a nyitáson, és hát nagyon élveztem, 4 éves a kis Bejke, és nagyon élveztük ezt a tánczenei bemutatót, a Kótyon Fitty műsorát. Hát még én is táncra perdültem, annyira kellemes, jó zenéje volt, és nagyon színvonalas előadás, és másképpen is az egész megrendezés olyan szívhez közeli. Látogatóktól kezdve a vásárosozókon keresztül és a fellépő előadókon keresztül mindenki ezt csatolja vissza. Dicsérik nagyon az előadóink a fogadókészségét a közönségnek. Nyilvánvalóan, aki ide kijön, nyitott ezekre a rendezvényekre.
Én azért még külön köszönetet szeretnék mondani az önkormányzatnak a támogatásért, hogy nem hagyja ezt az egyébként nem vállalkozói és nem kereskedelmi alapokra helyezett rendezvényt, tehát hogy segít minket abban, hogy az értékmentést, őrzést meg tudjuk valósítani ilyen módon, és minél szélesebb körben közzétenni, akár örömforrásként, akár élményként, akár tárgyasült emlékekben. És hadd köszönjem meg ezen az alkalmon a kollégáimnak is azt az erőfeszítést, amivel ezt a dolgot így ilyen formában össze tudjuk rakni, és meg tudjuk valósítani. Csak a reményeimet tudom kifejezni, hogy lesz még. Valamikor kettes számú általános iskola volt, és 1954-től 1976-ig itt működött a kereskedelmi és a vendéglátóipari iskola. Kiváló tanárokkal és kiváló szakoktatókkal. Az itt végzett tanulóknak a zöme a kereskedelemben és a vendéglátásban helyezkedett. Így hult le a lepel a vaszari iskola falán helyet kapott emléktábláról, amin aztán szalagokat is elhelyeztek a Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai. 15 éve fáradoznak azon, hogy a város emlékeit megőrizzék, tárgyasítsák. A 15 éves Tatai Helytörténeti Egyesület életébe jelenti a Doblusz László szobrot, az Öveges szobrot, a Magyar szobrot, és sorolhatnám 5-6 szobor, emléktáblák és évkönyvek, amiket ez a közösség produkálni tudott, ki tudott adni és meg tudott teremteni. Sok-sok segítséggel hozzáteszem. Mai nap a 1954-ben alapított és 76-ig Tatán működött vendéglátóipari és kereskedelmi szakiskolának a emlékére egy emléktáblát avatunk. Csendben megjegyzem, olyan hosszú neve van most, hogy talán ki se tudnám mondani, és 54-ben pedig szintén hosszú neve volt, hiszen megyei tanács szakiskolája volt. A Tatán nagyon sok tanuló, vendéglátóipari és kereskedelmi tanuló tanult itt, nagyon sok jó tanár, szakoktató képezte őket, és ezért gondoltuk, hogy mindenféleképpen az ő emlékükre, ugye 76 kerek esztendő van, és hogy megemlékezünk egy emléktáblával, egy nagyon rövid beszéddel és egy szallaggal azokról, akik itt tanultak, vagy esetleg már nincsenek közöttünk. A nap folytatódik aztán a Kristály Imperial Hotelban, ahol a 15 éves évforduló ünnepi beszédek fognak elhangzani. Egykori alapító Magnis Gyula úr fog rövid összefoglalót adni az elmúlt 15 évről, ahogy ő látta, vagy látja ma az Egyesületet. Egyesületünknek jelenleg 51 néhány tagja van, ám ha az elmúlt 15 évet nézem, akkor 200-300 fölött volt a taglétszámunk. Sokan sajnos meghaltak, sokan máshova költöztek, sokan időskoruk miatt nem tudnak részt venni a munkába. És ez a lényeg, hogy ez a sokszínű, sok ember adja a munkánknak a lényegét, a teremtő erejét, hiszen ezzel tudunk tovább lépni. Mindig van friss erő, mindig van olyan gondolat, ami segíti ezt a munkát, amit Tatáért teszünk, mert erkölcsi kötelességünk ezt megtenni, mert ez is a Tatának, a városnak a része. Említette, hogy 10 éve tagja az Egyesületnek. Hát 11 néhány éve és 10 éve vagyok elnökségi tag, alelnök, operatív vezetője ennek az Egyesületnek. Mi a különböző társadalmi állású, különböző habitusú emberek vannak, a elnökségben és a tagságban is nagyon nagy toleranciát kíván mindannyiunktól, pláne, hogy engem elviseljenek rabiátus ember lévén. Nagyon hálás vagyok minden társamnak ezért, hogy ezt a közös munkát, ezt a közös ünneplést ma létre tudjuk hozni. Az elnök, alelnök, egy-két elnökség, hogy a tagság hoz témát, és ugye éves, két éves tervünk van. A két éves tervben szerepel egy újabb szobor, ez még hadd legyen titok, illetve hát az éves tervben még idén, ami konkrétum, az iparosokról való megemlékezés, egy évkönyv lesz még. És akkor ezeket göngyölítjük fel, megkeressük hozzá a tagokat, megkérjük, hogy segítsenek. Vannak olyan pedagógusok, akiknek jó tolla van, tehát jól írnak, írjanak egy-két megemlékezést, segítsenek a feltáró munkában, és hát így állnak össze ezek a programok. Hogyan képzeli el az Egyesület jövőjét? Szeretném, ha több fiatal kapcsolódna be. Itt nem feltétlen 10, hanem a 30-40 éveseket, akik érdeklődnek Tata múltja, Tata élete, Tata lehetősége iránt, azok az Egyesületben aktív tagok lennének legalább egy ötlet vagy egy jó kis beszélgetés szintjén.
A tatai iskola volt a jogelődje a Tatabányai Kereskedelmi Iskolának, az intézmény már nyugállományba vonult egykori igazgatója, Szalai Imre úgy gondolja, az akkori oktatási helyszín alapozta meg a szakma környékbeli fejlődését. Igazából a szakmunkás képzést, a kereskedelmi vendéglátóipari szakmunkás képzés alapjait hoztuk Tatáról, Tatabányára. Végül is a Tatabányai Iskola 4 jogelőd integrálásával jött létre, de a legnagyobb jogelődünk az a tatai kereskedelmi szakmunkás képzőiskola volt. 19 tanulócsoport érkezett Tatáról Tatabányára. Én azt gondolom, hogy nagyon jól megalapozott volt, több pedagógus is átjött hozzánk, részint úgy, mint óraadó, részben pedig főállású dolgozóként az iskolából, és hát szerencsénkre, örömünkre dr. Gira Ferenc igazgató úr éveken keresztül segítkezett, támogatta ezt az iskolát, tanított ebbe az iskolában. Több éven keresztül a felnőtt oktatásban is közreműködött, jó sokáig, már mikor én voltam az igazgató, akkor is őt bíztam meg a felnőtt képzés irányításával, vezetésével, amit nagyon-nagyon magas színvonalon és lelkismeretesen látott, és meg kell valljam, én nekem is sokszor segített tanácsaival, gondolataival. Tehát végül is mi a jogelőd összes hasznos dolgát vittük magunkkal, sok-sok tanácsal, segítséggel, egy szerves egységet alkotott ez az iskola a jogutóddal közösen. Ugye 20 évig, több mint 20 évig működött a Tatán, és hát számos szakember hagyta el ezt az iskolát, sőt, az iskolai képzésre épülő felnőtt képzés, tehát az úgynevezett bolt, üzletvezetői képzés is itt folyt. Tehát számos vezető, aki Tata és térségében, sőt azt kell mondjam, hogy Komárom megyében különböző vendéglátó és kereskedelmi egységeknek lett vezetője, irányítója vagy középvezetője, ők szinte mindegyik itt végzett ebbe az iskolába, az alapokat itt szerezték, és én azt gondolom, hogy rájuk emlékezik, és nem különben pedig arra a tantestületre, aki lerakta az alapjait, megalapozta ezt a képzést, hiszen hosszú ideig nem volt képzés ebben a szakma területen, csak ugye 50-es évek végétől kezdett ez kialakulni, 70-es évektől konszolidálódott maga a helyzet az új típusú képzéssel, de az alapokat annak idején 20 évvel ezelőtt ennek az iskolában előtestülete rakta le, és erre építhetett az új jogutód. Az a 15 évnyi munka, ami már túl van, az egyesület ön szerint milyen irányba mutat a jövőt tekintve? Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép időszakon van túl az egyesület, változó vezetéssel, változó tagokkal, de mindig ugyanazzal az elszántsággal, meg ugyanazzal az elképzeléssel. A kezdeti elképzelés az volt, hogy túl azon, hogy biztosítsunk együttlétet, együtt szórakozási időtöltési lehetőséget a tagoknak, Tata múltját próbáljuk úgy feldolgozni, hogy közben emlékezzünk a régi nagyjainkra. Ezt célozta például a szoborpark elindítása, ezt célozzák az emléktáblaavatások, ezt célozzák a kirándulások. Úgyhogy nagyon szép időszakon vagyunk túl. Ön hogy látja, ezek az értékek most jó kezekben vannak? Én nagyon bízom, hogy igen. A mai napon is ugye ezt bizonyítja a jelenlegi esemény. Én nagyon örülök annak, hogy folytatódik az, amit elkezdtünk. Én ezt látom nem csak az emléktáblaavatásban, hanem a kiállítás szervezésekben, a református gimnáziumban, a kirándulásokban. Már az új vezetés hozta létre, illetve állította fel a Dobroszláv szobrot a Cseketó partján, tehát folytatódik az, amit elkezdtünk. A Tatai Helytörténeti Egyesület, amióta fennáll, vagyis 15 éve, olyan jelmondattal rendelkezik, amely mindannyiunk számára kötelezővé teszi a nemzedékeket, hiszen a múltunkat nem szabad el. Erkölcsi adósságot kell törleszteni elején felé, mert ez is Tata, a város része. Vasalbert így fogalmaz, hiszen a múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdet. Az összejövetel második fontos mozzanatának, az ünnepi közgyűlésnek a Kristály Imperial Hotel étterme adott helyszínt. Dr. Kis Tiborné, az egyesület elnöke mellett többen köszöntötték beszédükben az elmúlt 15 évet, és hasonló eredményes jövőben bízva a házigazda Beyer Meister György, a Gasztro Kristály ZRT vezérigazgatója, maga is sokat tett a szakma fejlődéséért. Elismerést és köszönetet mondja
azért a táplálkozás, amiben egy gyűszűnyét, vagy talán még annál is kisebb részem volt, ha nem tekintik annak, hogy meséljek egy-két gondolatot. 68-ban, ahogy végeztem, kértek fel, hogy az iskolának az oktatónevelői munkáját segítsen, és ezt követően itt Géraferi bácsi mellett dolgozva, sokat tanulva, és örömmel végeztük azt a munkát, ami a szakma jobbítása magasabb szintre emelése érdekében történt. Vendéglátóipari szakemberek képzésében régen is erősek voltunk, és ez a jövőre tekintve is ilyen irányt mutat. Mutasson is, hiszen a következő esztendőben a vendéglátás forgalmi adója 27%-ról 18%-ra fog csökkenni, ami azt jelenti, hogy talán több vendégfizető vendég fog érkezni ebbe a lokációba is, ebbe a turisztikai adottságokkal bíró térségbe is, és kellenek a jó szakemberek. Alig vannak jó szakácsok, illedelmesen, ügyesen, jó kiállással rendelkező felszolgálók, vagy akár cukrászok, már pedig a minőségi turizmus, a minőségi vendéglátás az igényli a minőségi munkavállalókat. Ezért tartom fontosnak a megemlékezés mellett a jövő betekintést is. És éppen a Gasztro Kristály az egyike annak a 12 vállalatnak a térségben, amely örökbe fogadott egy iskolai könyvtárat, annak érdekében, hogy ütemesebben lehessen fejleszteni, és a gyerekek irodalmi és szakirodalmi könyvekkel is kapcsolatba kerülhessenek, és ugye épp a kereskedelmi szakközépiskola, Tatabányai Kereskedelmi Szakközépiskola könyvtárának fejlesztését támogatja a vendéglátásban jelenlegi szerepet vállaló Gasztro Kristály. Annak az intézménynek az iskolai könyvtárát, ahol viszont jogörökösként, vagy hát jogutódként elindul egy komoly energetikai felújítás a következő héten, közel 180 millió forintból megújulhat a kereskedelmi szakképzésnek, mondjuk úgy, hogy a megyei centruma és fellegvára, amely a tatai medence igényeit is kielégíti. Tata életéhez miért nélkülözhetetlen az a munka, amit a Helytörténeti Egyesület végez? Minden olyan civil szervezet, amelyik arra szövetkezett, vagy arra vállalkozik, hogy valamifajta közösséget teremt egy bizonyos cél érdekében, az nagyon-nagyon hasznos tud lenni a városnak. Helytörténeti Egyesület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy mindazokat a kincseket, a múlttal kapcsolatos emlékeket igyekszik összegyűjteni, azt folyamatosan feldolgozni, megismertetni a tataiakkal, és emléket állítani ezeknek a kiemelkedő alkalmaknak, tevékenységeknek, úgyhogy köszönet nekik mindazért, amit csinálnak, főleg a közösség összetartásáért, Kis Tiborné elnök asszonynak és minden munkatársának külön gratuláció és köszönet. Hogy az országban egyedülálló szoborcsoport jött létre. Természetesen az Egyesületnek az anyagi keretei mindig szűkösek voltak, ők kezdeményezték, és a város vállalkozói vezetői támogatták ennek a létrehozását. Hiszen ha körbenéznek a városba, láthatják, hogy olyan neves embereknek állítottak emléket, akik városok, illetve megyéknek a hírnevét, vagy esetleg országos hírnévre is szertettek. Mivel anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek, próbáljuk az elődeinknek a munkáját követni, vagyis az elkezdett munkát, mert kötelességünk megőrizni a hagyományokat, és a tatai lakosságnak, az ifjúságnak a jövő érdekében felfedni a múltunkat. A 15 éves évforduló alkalmából az eseményre emlékező kitűzőt viseltek a résztvevők, de még ennél is maradandóbbak azok az értékek, amit tevékenységükkel a jövő generációjára hagynak.